Az EGRI Fidesz 270 négyzetméteres frekventált helyen lévő központját harmadáron bérli, mint más pártok, jelentette be november 27-i sajtótájékoztatóján Mirkóczky Ádám polgármester. A városvezető elmondta, míg az LMP havonta 3420 forint per négyzetméter áron bérelte a Bródy Sándor utcában lévő irodáját az önkormányzattól, addig a saját országgyűlési képviselői irodáját is nagyjából 3050 forintért bérelte a Trinitárius utcában. A polgármester közölte, új értékbecslést fog elrendelni, és újra kívánja tárgyalni a szerződési feltételeket. A Fidesz EGRI szervezetének elnöke úgy nyilatkozott híradónknak, a bérleti díjat Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőnek az országgyűlés hivatala fizeti, ahogy a Magyarország összes többi országgyűlési képviselőjének az irodáját is. Az értékbecslés a hatályos jogszabályok értelmében csak független értékbecslő közreműködésével történhet, amelyet az országgyűlés hivatala elfogadott. Martonné Adler Ildikó szerint a bérleti díj összege teljesen reális, hiszen egy külvárosi ingatlanról van szó egy bérház aljában. Tudjuk azt, hogy ez a felsőváros területén található, ami kétségkívül nagyon sokat fejlődött az utóbbi évek során, de mégsem egy belvárosi ingatlan. Amikor mi ezt bérbe vettük, egy rendkívül lepusztult üzlethelység volt, ami széles összefogás eredményeképpen vált ilyenné. Nem csak egy egyszerű iroda, hanem közösségi helyszínként is funkcionál. Kismamáktól egészen az időskorúak számára bocsátjuk rendelkezésére a lakosságnak a helységet, sőt akár lakóközösségek is igénybe veszik ezt a területen élők közül. Martonné Adler Ildikó hozzátette, ragaszkodnak az épülethez és meg fogják védeni a polgárok házát, mert Eger polgárai számára egy közkedvelt és látogatott helyszín.